Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Röviden én is utalnék a Fidesz vezérszónokának a felszólalására. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy tragédia, ami az elmúlt sok-sok évben az Európai Uniós források felhasználásával történt. Tehát látható, hogy a jelenlegi kormányra is elmondható, és az azt megelőző kormányra is elmondható, hogy nem használta ki az ezekben a forrásokban rejlő lehetőségeket. Nem tudta egyébként, hogyha a területfejlesztésről beszélünk, azokat a legfontosabb feladatokat elvégezni, amelyekre éppen egyébként ezek az Európai Uniós források rendelkezésre állnak, amellett, hogy természetesen ne tagadjuk el, hogy rengeteg fontos ügyet pedig meg lehetett oldani ezekből, fontos infrastruktúrális fejlesztés is megvalósultak. Ugye hosszan folytattunk itt már vitákat arról, hogy jelenleg miért nem jut hozzá Magyarország a jogosan megjáró forrásokhoz. Rengeteg alkalommal kritizáltuk, én azt gondolom, hogy kellő megalapozottsággal és keménységgel a kormányt a felelőssége miatt, amiért ez a tragikus helyzet kialakult, hogy még mindig nem érkeztek meg a források. De mi mindig hangsúlyoztuk, hogy ezek a források járnak Magyarország számára, és ugyan nem rendelkezünk Európai Uniós képviselettel, de mi mindig hangsúlyoztuk azt is, hogy soha nem tudunk elfogadni olyan döntéseket, olyan Európai Uniós döntéseket, bárhol is szülessenek meg azok, amelyek megvonják ezeket a forrásokat Magyarországtól, és megvonják adott esetben egy kormányzati hibák sokasága és a korrupció miatt, megvonják ezeket a forrásokat a magyar emberektől. Ugye elhangzott az is, hogy valóban egy kormányzati többség feladata, hogy kialakítson egy kormányzati struktúrát, egy minisztériumi struktúrát, ezt nyilván nem akarjuk elvitatni, de azért ugye a jelenlegi kormány megalakulásától számítva is eltelt már másfél év, azért néhány gondolatra szeretnék utalni. Képviselőtársaim említették már itt a hiányzó oktatás ügyel foglalkozó minisztériumot, az egészségügyel foglalkoztató, vagy éppen a szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumnak a hiányát. Én két olyan hiányzó tárcára, hiányzó területre szeretnék rámutatni, ami alapvetően határozza meg a nemzet jövőjét, és alapvetően kellene, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzon, amelyek a legfontosabb kihívásaink között vannak, és egyébként amelyek összefüggésben vannak a területfejlesztés és a vidékfejlesztés szempontjaival is. Ugye nagyon régi kritikánk, hogy nincs egy olyan tárca, nincs egy olyan minisztérium, ami a környezeti fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozna, miközben azért azt gondolom egyértelműen világosan tehetjük, hogy a természet, az egészséges környezetünket nem tudjuk megőrizni, a természeti kincseinket nem tudjuk megóvni, az alapvető szuverenitási kérdés, illetve ennek a hiánya az alapvető veszély a nemzeti szuverenitáshoz, a gyermekeink jövőjét ássa alá, hogy az ilyen feltételeknek nem tudunk megfelelni. És még egy ügyre utalnék, ami szerintem egy óriási hiba a jelenlegi kormányzat működésében, ez a víz kérdése, a vízügyek kérdése, a vízgazdálkodás kérdése. Sokszor, sok helyen, sok politikus kimondja, hogy a víz maga az élet, és hogy a víz kincsünket meg kell őrizni, az, hogy a gyermekeink számára megfelelő jövőt biztosítani tudjuk. Ez a cselekvés mégsem jelenik meg a kormányzat munkájában, és ennek egyébként nagyon sok szempontból az az oka, hogy nincs egy egységes vízügyi szemlélet a kormány munkájában. Ugye alapvetően a vízgazdálkodás a belügyminisztériumhoz tartozik, az agrárminisztériumhoz sok tekintetben az öntözés vízfelhasználásnak a kérdése, az energiaügyi minisztériumhoz tartozik a vízi közműveknek a kérdése, de egyébként ha beruházásokat nézik, a vízfelhasználás, ugye a külgazdaság és külügyminisztérium is ebben a kérdésben illetékes. Tehát ez is egy nagyon fontos kritika, ami egy ilyen vita során szerintem fontos, hogy elhangozzék. És amit csak rátérünk konkrétan az előttünk fekvő indítványra, előttem többen elmondták azt, hogy önmagában szerintünk is egy fontos és támogatható cél, hogy a területfejlesztés kérdéseit átfogó és azt kezelő minisztérium létrejöjjön. Ez egy nagyon-nagyon fontos cél, ezt mi tudjuk támogatni, és mert az iménti vita során azt gondolom, hogy kellő mélységgel kitárgyaltuk azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk ezen a téren. Tehát önmagában azzal a kérdéssel, hogy szükség van-e egy területfejlesztéssel foglalkozó minisztériumra, arra egyértelműen a válasz, hogy igen, nyilván amellett, hogy a kormány területfejlesztéssel összefüggésben értékelhető politikájának a kritikáját már megtettem, és azt nyilván meg is fogjuk tenni a későbbiekben is, de ettől függetlenül erre a minisztériumra én azt gondolom, hogy szükség lehet, és hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy új szemléletű területfejlesztési politika, egy új területfejlesztési törvény és egy ezt végrehajtó, vagy ennek a végrehajtását irányító minisztérium valóban elérje a célját, arra pedig az iménti vitában kellő részletességgel utaltunk már. Köszönöm szépen!